Köszönöm szépen Balázs Péternek. A felsorolásból azonban kiadott egy eseményt, mert a miniszterelnök járt ugye az aranylabda átadó gálán, átadta a legszebb volt szerzőnek járó díjat. Gondolom, hogy ahogy az időben haladunk a választások felé, később az lesz majd, hogy a díjat nem átadni, hanem átvenni ment ki. Ami meg az atomerő ügyet illeti, hát én 10 évig tanultam oroszul, és nagyon büszke vagyok arra, hogy sikerült a tudásomat azóta is megőrizni. Akkor se tudtam, és most sem tudok, de az jutott eszembe, hogy most biztos lesz valami nagy menetelés a Nyert Búgyán Gyarmatovics vagy valami felirattal. Hallgassunk meg ismét egy mesét, kérem szépen, Patrán Gyarostét és Lászlóval. Egyszer volt, hol nem volt, avon, hogy a magyarok havas földjén már minden jól volt, ami aznap fehér volt, és semmi sem, ami nem. És hogy mellénk millen volt, ki más mondta volna meg, mint első fülkefor, kő átlátott sötétenes, világosanes, putyines meg putyines, ki megállította az időt, majd egy csallerval elindította a elesrába, kitörlötte belőle, mire nem volt ő nemzeti szüksége, és belé rakta, mi körülött a szolíd családi gyarapodásról. No, egy szép téli délelőtt, miután a cöf magyarok nyomásán preambulumba vétette, hogy a demokrácia igazi hazája Oroszország, nem a büdös kurva Amerika, beöltözött, és elindult a szabadság terére, hogy a múltat végképp meghódítsa orcája veritászával. Akkor állott ott, modellt állott a vártán, fölemelt szárnyakval, szelíd szemekvel. Közben tekéngetett ide-oda. Nézte, hogy a frissen főszentelt Balta múzeum előtt a szovjet emlékmű hegyibe elcsavarozzák az ösmerős lovasszobrot terepszín Balázsban becamatva. Egyszer csak hústól pattogást hallott. No, arról a lép a megszállott magyar csendőr szobra erányába, lúdas rogán magyi tartott sajtóra. Diszkréten, hogy ne zavarja az emlékezett politikai átépítés. Mána döbrögi bankárok ideje lejárt, mondotta, bittyedett szájukból kiveri a nép a marxi szivarcsutkát, és majd nézhettek, mint az oskolás könyvbe, miből ő maga is tanult, mielőtt még eleve tudott volna mindent. Abban oda csinálhatott a bankoknak, hadugrándjanak labancmód, ha tetszik egész hegyes halomig, és tovább, hon a hely ott lett légyen. Ez pont akkor volt, mikor nem bírván belényugodni a felcsúti gondolatba, az egyesült antirezsista világösszeesküvés levágott karja utolsókat rúgtában, esvéd támadást indított a magyarok kerála, csatolt része Magyarország ellen. De ám a magyar csapatok elletállottak, kezükben a magyar sakkban magyar matt, ma még a Putyin paksa nem eladó táblával, hátokban meg annyi Orbán tévével, ők híves tárgyilagosságban mutatták be, miképp menekülnek félrevezettükben a vébrahamok, kitüntetések és elhányják, amit lássák, hogy a nemzetes szárnyas szimbóluma végre fölemeli az ezer éves ma született fejét. Ő
köl 10 méterre, de ha köl 100-ra, 1000-re, s a maga magyar művészeti nyelvi melókózza el a világba. Mátul úgy volt, hogy Gábriel népe, ha mint cselekedett, ha mint nem, áldozat lesz a szövetséges nácisas markába, kinek oldalán sose harcolt, se Oroszország, se mások ellen. Sőt, ez a sas, nyugatról, őtet tudjuk, kik véget titokban megszállottak, örök szuverenitását pár pisztolylövés ellenébe elrablottak. Csupán Horthy Miklós kormányzó úrunkat, annak idegen rendészetre ügönfogékony apparátusát, erős antiviboldista hadsereg, elég humánus csendőrségét hagyta a helyén. Ők tették, amit tettek, köröm szakadtig védték a zsidóságot ennem maguktól, amit csak bénem vagonérozták, és ennem vitték.